A Dunaújvárosi Jégkorong csapat ma a MOL Liga győztese lehet, hiszen a 4 győzelemig tartó párharcban 3-1-re vezet a Csíkszereda ellen. A negyedik mérkőzés rendkívül fordulatos, izgalmas harcot hozott, ebből mutatunk részleteket. Molnár Szabolcs. Kis Dániel. Az utolsó perc. Nagy Riárd. Galanis. Szappanos. Kozukról nem jön ki. Nagyon úgy tűnik, hogy 2010 decemberre után ezúttal sem jön össze a Dunaújvárosnak a rendes játékidőbeli győzelem, ha csak kis hián megvolt a gól, ami ezt jelenthette volna. Na most nézzük a csíkszeredai támadást. Hurtály, Mihály. Mihály elviszi a kapu mögött. A Dorján, megvan a kipattanó, de nem sikerül kapu felé fordulni vele Mihálynak. Góga. Eljut Novákhoz. Nagy Rihárd. Szappanos. 10 másodperc még a rendes játékidőből. Szappanos. Galanis. Nem jutott el Szappanoshoz a passz. Tegnapi után ma is hosszabbítás következik. Václav Nováknál a korong. De itt most két fős támadó egységeket kell összetenni, és most Hurtállyal van bent Novák. Tegnap Kmittel alkotott egy támadó duót, úgyhogy ezen változtatott Gál Sándor. Galanis. Lindgren kap egy kis pihenőt, Nagy Rihárd. Molnár Zsombor korcsolyázott be a támadó harmadba, kicsit megzavarva ezzel a dunaújvárosi kihozatalt. Szőcs, Pap Szabolcs, Kis Dániel, Mihalik, Pavuk érte középen a korongot, és vége! Peterdi Imre! Peterdi, aki az előző évben a döntő negyedik mérkőzésén volt nagyon elemében, és az egész döntő sorozatban itt ebben a fináléban eddig még nem villogott különösebben, de a legfontosabb pillanatban megvillan. Minden eddigi hosszabbítás közül az egyik legrövidebb találkozó. Ünnepelnek a dunaújvárosiak, ezt talán megtehetik néhány nap múlva hazai égen Dunaújvárosban is. Nagyon rövid idő alatt eldönti a találkozót a Dunaújváros, és nem lehet azt mondani, hogy nem érdemelte meg ezt a győzelmet a vendégcsapat, hiszen végig érettebben és taktikusabban játszott az együttes két fáradt csapat mérkőzésén. Peterdi góljával hosszabbításban győz a csapat, és ezzel az összesített állást 3-1-re alakítja a maga javára. A Dunaújváros egyébként a magyar bajnokságot már megnyerte a Miskolc elleni elődöntő sikerének köszönhetően. Raffa Györggyel, a Jégkorong Szövetség történeti bizottságának vezetőjével megbeszéljük, hogy történelmi jelentőségű volt-e a szezonbeli MOL Liga, és hogy miben lépett előre a magyar hoki. Azt hiszem, hogy most már tényleg lehet összegezni. Jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt! Szóval ez a bajnokság sokak szerint például tempóját tekintve lényegesen meghaladta az előzőeket, és talán a színvonal is emelkedett, de nem tudom, hogy ezt meg tudja erősíteni. Meg tudom erősíteni, hogy ne. Gyorsaságban, játékban, kombinációs készségben is fejlődött a magyar hoki. Egyrészt ennek az eredménye, hogy sok külföldi játékos van, akiktől a magyar játékosok tanulnak elég sokat. Magyar játékosok játszanak külföldön, tehát egy ilyen vegyes megoldás van. Elsősorban sajnos, aki az a csapat, a fehérvári csapat,
amelyik az osztrák bajnokságban vesz részt, az most nem vett részt a magyar bajnokságban, de viszont a magyar csapatokat számba véve tulajdonképpen elsősorban a Dunai város fejlődött, véleményem szerint nagyon sokat fejlődött a miskolci csapat. Másik két pesti csapat, másik két magyar csapat fájdalom, a Újpest és a Ferencváros vergődik. Nagyon vergődik. Ennek több oka van, ez egy mélyebb elemzés kíván. Ha már az Alba Volán távollétét említette, azért mégiscsak ritka, hogy egy ország legjobb csapata nem indul hazája bajnokságában, mert ugye a MOL ligának egy része a magyar bajnokság. Említettem, hogy az elődöntőben a Miskolc elleni sikerrel a Dunaújváros már megszerezte ezt a bajnoki címet, de nem kell ezen változtatni, mert ugye a szabály szerint, hogyha egyetlen a Magyar Szövetség által szervezett sorozatban elindul az Alba Volán, akkor már teljesítette a kötelességét, és a Magyar Kupát választotta, tehát abban majd látni fogjuk pont a Dunaújváros ellen egyébként, de hát azért mégiscsak furcsa, hogy a bajnokságban nincs ott a legerősebb. Tavaly épp ez volt a furcsa, hogy részt vett a végén a magyar bajnokságnak a végén a fehérvári csapat, és ugyanakkor én szerintem is sem a fehérvári csapat játékosai, sem a magyar csapatok nem érezték ezt valahogy igazságosnak. Végig küzdötték az egész szezont a magyar csapatok, hozzájött majd végén a fehérvári csapat, és egy pár meccs után megnyerte a bajnokságot. Nem volt egy szerencsés dolog, ugyanakkor esetleg az szerencsés. Az Alba Volán részt vett egyébként akkor a magyar bajnokságban, csak a Fiók csapatával, és utána jött a nagy csapat, amikor már a lényege, a rájátszás zajlott. De ez nem volt egy tiszta dolog valahogy, nem volt egy szerencsés dolog. Idén hiányzik a fehér csapat, az ő játék ereje is hiányzik, de ha játszott volna, akkor viszont a magyar csapatoknál nagy különbséggel győzött volna. Talán nem is a Dunaújváros ellen, vagy Miskolc ellen, hanem a két pesti csapat ellen nagy gólkülönbséggel verték volna meg a pesti csapatokat, és az a játékosoknak nem egy szerencsés dolog. Azért, ahogy említettem, a Magyar Kupában majd a Dunaújvárossal játszik az Alba Volán, és akkor könnyen lehet, hogy ez egy értékmérő lesz, mert hogyha ott a DAB helytáll, vagy esetleg kiejti a fehérvári csapatot, az rögtön más megvilágításba helyezi az egészet, és akkor, amit ő mondott, azt lehet valamelyest cáfolni, hogy a Fehérvár annyira kiemelkedne. Ennek van valószínűsége? Hokiban megtörténhet minden. A Dunaújvárosi csapat az most lendületben van. Fehérvári csapat viszont most az Ebel abbahagyása miatt, ugye, hogy kiesett az osztrák bajnokságból, most már egy jó pár hete már nincs formában, illetve formában van, de nincs játékban. Hokiban sok minden megtörténhet, ugye számtalanszor van, hogy ahogy megtörtént itt a Dunaújváros és a Miskolc esetében, hogy két-három napon belül hol az egyik csapat győzött, hol a másik csapat győzött. Nem tudnám megjósolni, hogy mi lesz a kupa döntőn, hogy a Dunaújváros és a fehérvári csapatnál milyen formában játszik a Fehérvár, milyen eredményt fog elérni. Nagyon nehéz megjósolni. Ugye a bajnokságnak volt egy érdekessége, amit Magyarországon nem nagyon próbáltak eddig, és szerintem például más sportágokban mindenképpen feltűnést keltene ez a megoldás, ugye, hogy az alapszakasz első helyezettje a négy között ellenfelet választhatott. Nem tudom, hogy le lehet-e vonni ennek a tanulságait. Ugye a Dunaújváros végül is úgy döntött, hogy a Miskolcot választja az elődöntőben ellenfélül, ezzel pedig gyakorlatilag egy bajnoki döntőre hívta ki a másik magyar csapatot. De hát jó volt ez, vagy nem? Taktika. Szinte. A Dunaújváros részéről az rendben van, hogy taktika, de ez a fajta szabálymegoldás, ami egyébként például több jégkorongligában, más országokban működik már régóta, ez nálunk bevált-e, vagy lehet-e valamilyen tanulságot levonni? Hát a magyar jégkorong az egy egyéni dolog a többi országhoz képest. Nem nagyon lehet összehasonlítani. Más a háttér, nincs akkora bázisa a magyar jégkorongnak, mint a külföldi országokban. Akár a szlovákoknál, vagy bármelyik országot említem. Van 4-5 csapat, nagyon nehéz, a szövetségnek rettenetes nehéz helyzete van, hogy egy egész éves bajnokságot tudjon megszervezni, ahol minden csapat sok meccset játszon, mert az az alapja, a sok meccs, és
próbálkozik a szövetség, próbálkozik, minden évben kitalál valamit, hol jó, hol nem jó. Én bízom benne, hogy azért egy pár év múlva egyrészt a csapatok fejlődni fognak, a csapatok száma fejlődni fog, másrészt pedig kialakul majd valahol egy olyan bajnokság, ami mindenkinek jó lesz. Azt mondják, hogy egy olyan tréner kezdett el dolgozni Magyarországon, amilyen színvonalú edző talán még nem is járt ebben az országban. Ugye Stefan Lundról van szó, aki Svédországból jött, és hát a komoly hoki kultúrával rendelkező országban is hatalmas eredményeket ért el. Lehet-e látni az ő munkájának a nyomát már, és kijelenthetjük-e, hogy valóban más színvonalat képvisel, mint az eddigi trénerek? Más színvonalat képvisel, tagadhatatlan. Az eredmény az később fog jelentkezni. Van most is egy kis pillanatnyi eredmény, de én bízom benne, hogy... Például megnyerhetik ugye a MOL-ligát. Hogy megnyer, igen. Hogy a dunaújvárosi csapatnak van egy jó háttere, egy jó szervező háttér, hozzájött az edző. Mindenképpen kell, hogy eredmény legyen a háta mögött, egy jó eredmény. De miben mutatkozik meg már most esetleg a svéd szakembernek a képessége, hát kvalitása? Egy olyan, a svéd hoki kultúra, ugye az nagyon régi. Egy olyan kultúrát hozott Magyarországra, ami a magyar játékosoknak a stílusától eltér. A magyar játékosok a közeli cseh hokit szeretik játszani, meg ezt is ismerték idáig. A svéd hoki az egy kicsit idegen, de úgy néz ki, hogy fekszik a magyar játékosoknak ez a játékstílus. Most még a végén azért szeretném megkérni, hogy ha már ma játsszák és a Digisport közvetíti is a MOL-liga újabb döntőmérkőzését, akkor az esélyekről szóljon egy pár szót. Ugye, hogyha most nyerne a Csíkszereda idegenben a Dunaui Város ellen, ami az alapszakaszban egyébként már előfordult, akkor 3-2. Újabb meccs jönne. Újabb meccs. De hát ahhoz, hogy a Csíkszereda megnyerje a MOL-liga döntőjét, az egymás után háromszor kellene ellenni a Dunaui Város. És ebben két Dunaui Városi meccs van. Van erre esély? Dunaui Városnak feltétlen győzni kell a két meccs közül. A két Dunaui Városi meccs közül az egyiket mindenképpen meg kell nyerni, és akkor már nem kell elmenni Csíkszeredára. Hát azt mondja, hogy meg kell nyerni, de azt nehéz. Nem mondja meg, hogy meg fogja-e nyerni. Tehát én azt szeretném, szerintem 95%-ot adok a Dunaui Városnak, hogy a két meccs közül egyet megnyer, és megnyerte a bajnokságot. Biztos nagyon szépen benne. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy értékelte az egész szezont, és azt is, hogy tippelt végül is arra a meccsre is, amit a Digisporton közvetítünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.